Jövő vasárnap helyi közösségi választások lesznek az Óbecsei, a Péterrévei, a Bácsföldvári és Dreai helyi közösségekben. Az egyéni jelöltek nagy része élvezi valamelyik párt támogatását, ami fontos a későbbi érdekérvényesítéshez. Az óbecsei magyarok szempontjából ilyen eset volt a Petőfi Sándor általános iskola megmaradásáért folytatott közös harc és kiállás. Mint ismeretes, az év elején még a bezárás fenyegette a tanintézményt, de a lakosság és a politikum példátlan összefogásának köszönhetően nem került lakat az alsóvárosi iskolára. Úgy gondolom, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség szempontjából nagyon fontos lépés ez, mert a magyarság érdekeit szem előtt tartva, mi számunkra is nagyon fontos az, hogy minden magyar érdekű intézmény megmaradjon. A község lakói nem csak petícióval tudják érvényesíteni akaratukat Óbecsén. Tavaly második alkalommal szervezték meg a községben a polgárok igénye szerinti költségvetés, a Te véleményed is számít elnevezésű akciót, amelyen közel 3000-en szavaztak arról, hogy a helyi közösségükben milyen beruházásoknak kellene elsőbséget élvezniük ebben az évben. A bácsföldváriak egyik vágya a rendezett strand volt, ami meg is valósult. Nekem ezt az egyszer szuszoprodelívajle, ez a nekem vecse, značajnije. Investicije koje moraju da se rade neke dve-tri godine, kao što smo onda pričali, a građištanci su bili, onako, mogu slovo kažem, najskromniji po tom pitanju i osnovno što im je bilo, što su oni tada tražili, to je bilo sređivanje ove plaže i sređivanje dečjih igrališta. A közvélemény kutatáson a legtöbben közvilágításra, utakra, csatornázásra költöttek volna el. A községi költségvetésből 100 millió dinárt. Óbecse központjában több utca meg is újult. Az utóbbi időben körforgalmak épültek. A köztársaság és a főutca kereszteződésében hamarosan közlekedési lámpa könnyíti majd a közlekedést, és fél éven belül a közvilágítást is korszerűsítik az egész községben. Péter révén azonban továbbra is a vízminősége a legnagyobb gond, bár december óta az új vízgyűjtőnek és a két új kútnak köszönhetően lényegesen javult a vízellátása, a lakosok továbbra sem elégedettek a vízminőségével. Mindaddig, míg a csőhálózat föl nem lesz újítva, addig a víz sem nem lesz olyan minőségű, amilyen kellene. Elsősorban ivóvizet vártak a péterréveiek, és még mindig nem ivóvíz, tehát továbbra is járunk a boltba venni a vizet. A nyomással is gond van, akkor hát meg szokták engedni a sárga vizet is, hogy egy kicsit jobb legyen a nyomás, és egyes részek, hogy egyáltalán legyen víz fürödni, vagy bármi másra, úgyhogy nem elégedettek. Péter révén 50 km vízvezetéket kellene felújítani ahhoz, hogy kifogástalan minőségű víz folyjon a csapokból. A péterréveieknek most ez a nagy beruházás a legfontosabb. Jövő vasárnap a szavazók reggel 7 és 20 óra között adhatják le voksaikat azokra az egyéni jelöltekre, akik szerintük a legalkalmasabbak a helyi közösségük érdekeinek a képviseletére.